Statisztikák nem hazudnak, és jelesül azt mondják, hogy a tavaszi idényben bizony ti még nem találtatok legyőzőre. Ennek tükrében nagyobb harci kedvel, illetve nagyobb önbizalommal készültek el a Fradi ellen. Erre úgy gondolom, hogy a csapat minden tagja büszke. Maradtak azért benne pontok, tehát több győzelmet szerettünk volna szerezni, de nem vagyunk elégedetlenek. Várjuk a Fradi elleni összecsapást is, készülünk rájuk, videózunk belőlük, tehát ez minden héten megtörténik. Nem görcsölünk rá, szeretnénk meglepetést okozni. Mi az, amire számít, az mi az, amit vársz? Mit szeretnél a lányoktól látni a Ferencváros ellen a pályán? Mindenképpen egy felszabadult játékot, tehát nem szeretném azt, hogy ez befolyásolna minket, hogy Magyarország jelenleg egy jobb csapatával fogunk játszani. Rendkívül sok tehetséges játékosunk van nekünk is, ugye kicsit tapasztalatlan még a keretünk, de szeretném azt, hogy bátor játékot tudnánk hozni, mint ahogy az őszi második fordulóban is, amikor ellenük játszottunk hazai pályán, az már tetszett, azt szeretném tovább folytatni és gólra törően játszani. Az előző találkozón te voltál az, aki hátrányból segítetted egy döntetlenhez a csapatot. Mit gondolsz a góllövő képességeidet? Tudod-e majd kamatoztatni a Ferencváros ellen? Remélem fogom majd tudni kamatoztatni ezt a képességemet. Még ezen azért kell javítani, mert azért több helyzetet puskáztam el, de próbálok azért ebben fejlődni. És mit gondolsz, mi a titok a Ferencváros ellen? Mire lesz majd szükségetek, illetve mit vártok ettől a mérkőzéstől? Hát védekezésre készülünk, azért zártan kell ellenük védekezni, de tudunk elő szerintem meglepetéseket okozni.